megfáradva, bár, de törve nem, folytatjuk az NLCS. Te fáradt vagy? Nem. Ah, akkor soha. Maradjunk annyiba. Ugye, megbeszéltük már, hogy az alvás az a gyengék, illetve a kisbabák fegyvere. És mi erősek vagy? Vagy felnőttek? Erősek! Erősek, persze, erősen visszük tovább az észak-amerikai tavaszi alapszakasznak a helyosztó mérkőzéseit, ugyanis még nem derült ki, hogy ki lesz a harmadik, negyedik, ötödik, illetve hatodik a rájátszásban. Pontosabban a csapatok megvannak már nagyon régen, sőt már tegnap bebiztosították azt, hogy a CLG, mivel kikapott, ezért ő már be se juthat a rájátszásba. Viszont, hogy ki melyik pozícióba jut a rájátszásba, az még nem eldöntött tény. Most a győztesek fognak játszani Team Liquid, illetve TSM, ezt követően pedig majd a Cloud9 a Clutch Gaming-gel, és ismételten, nem tudom, ma már hanyatszorra üdvözöllek, kedves Knox. Én 9 mérkőzésen voltam, de hogy pontosan hány mérkőzésen voltam veled, azt most nem tudom megmondani, majd holnap visszanézzük. Szóval, Team Liquid, TSM! Szervusz, kedves Bocsi, illetve minden éjjeli bagolynak, aki még, vagy már néz minket, azért szépen lassan oda jutunk, hogy aki korán megy dolgozni, az a reggeli kávé, kakaó mellett még nézhet minket. Gyerekek, még megy a, egy kis megy a magyar lotté. Hogy ez már valami új adás, hogy mi történt? Nem, ez még mindig ugyanaz. Így van. Konkrétan, ahogy te is említetted, az amerikai, várjál, hogy is kell ezt mondani, tavaszi alapszakasz rájátszásáról döntő helyekért való küzdelem harmadik meccse. Így van, úgyhogy én már el is köszönök majd azoktól az emberektől, akikkel már nem találkozom az utolsó meccsen, úgyhogy sziasztok majd. De addig még azért előttünk van egy olyan fontos mérkőzés, ahol a TSM megjátszhatja azt, hogy a héten, pontosabban tegnap még az volt a kérdés, hogy egyetem bejut-e a rájátszásba a TSM, most pedig ott van. Ja, a Liquidnél is, így van, így van. Tehát mind a ketten ott álltak, hogy bejutnak egyáltalán a rájátszásba. Most pedig ott van, hogy majd, hogy nem a legkedvezőbb helyet tudják elhozni. Igen, és ez így tök érdekes amúgy, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy tegnap még az volt, hogy fogsz Cloud9, vagy inkább múlt héten, akkor mondjuk így. És most meg tényleg az volt, hogy a két csapat, aki küzdött a rájátszásért, harmadik, negyedik hely, Cloud9, Clutch Gaming pedig, köszönjük szépen a jó teljesítményt az eddigi egész szezon során, hogy úgy mondjam, ötödik, hatodik helyen most osztozzatok meg. Persze ez csak az alapszakasz, a rájátszásban még majd lehet javítgatni. Abszolút. De akkor is azért valahol ez ilyen ironikus, vagy nem is tudom, mi lehet viszont, ide a jó szó. Viszont ez a szépség, én azt gondolom, azért valahol ennek a rendszernek is, hogy belsőkből is lehetnek utolsók, igen, illetve utolsókból is lehetnek még úgymond elsők. Szerintem tényleg nem sokan gondolták azt, hogy a 100 Tips fogja megnyerni az alapszakaszt. Hát, főleg úgy, hogy őket rögtön követi az Echo Fox. És azok a nagy nevű, nagy múltú csapatok, mint egy TSM, vagy egy Cloud9, vagy egy CLG be se kerül. Ugye a CLG-nek eléggé ramagy sorsa volt még annó, ugye a Curse Gaming színeiben ugye ott volt az átok, hogy nem tudnak harmadikok se lenni, csak a negyedikek, vagy nem jutnak. De örülnének most, ha nem tudnának harmadikok lenni, csak negyedikek. Van. Aztán utána jöttek azok a betegségek, hogy hullámzó teljesítmény az alapszakaszban, ezt nagy nehezen utána leküzdötték, volt két év, amikor nyertek is splitet, tehát tavasz, illetve nyári splitet, playoffot is nyertek. Aztán most, mintha egy picit olyan, mintha visszaestek volna abba a kb. Két-két és fél évvel ezelőtti hibájukba, vagy betegségükbe, hogy tényleg ilyen nagyon hullámzó teljesítmény mutatnak. No de, itt olyan csapatok vannak, akik felfele mutató teljesítményt mutatnak, és 12 héttel állnak, ugye 11 hét volt a rendes mérkőzés szám, ezt követően már azóta kettő, mind a ketten nyertek egy-egy meccset, Team Liquid kék oldalon, TSM piros oldalon. Te freak vagy, az el vagy? Melyiküket választod? Hát, hogyha most te, mint szakmai vagy, akkor én vagyok freak, te pedig Azal. Jó. Ha pedig csak úgy szimpátiából, akkor... Ne vicce, a nevemben benne vagy Bentley, szóval azért ez nem lehet olyan rossz. Na jó, van. Meg... Cummings. Igen, ezt akartam mondani, hogy az előtte levő szó az egy kicsit változtat ezen, de reméltem, hogy ezt most elengedjük. Na mindegy, talán ilyenkor már belefér. A négy tiltásunk amúgy, amik már megvannak, az Gangplank, Ezreal, Swain és Rakan. Hát mind a Gangplank, mind az Ezreal az így határozottan egy célzott tiltás, hogy Hauntzerészben ne játszatok ezzel a két hőssel. Oli ellen a Rakan az is amúgy, azt mondom, hogy rendben van. Illetve ez illetve nagyon fontos. Ez is Mike Young. Nem csak Mike Young, csak Mike Young, hanem alapjáraton is. Ez most meta tiltás. Igen, meta is. Így is van. Az a Skarner, ugyancsak a Swain ott a túloldalon. Meglátjuk, ez az utolsó. Majd az utolsó, így van. Adott esetben egy jó
Scient is szívesen látnék a tiltó listán, vagy mondjuk egy lövészt, Zaya, vagy Caitlyn személyében. Rise, Azir, én is tudnék még ide mondani. Jin, double liftem kap a Jint, érthető, ma már 2-0-ban áll. Sőt, összességében, ha jól emlékszem, akkor 3-0-ban áll már double lift. Hát tegnap most már nem is fog vele veszíteni, ez biztos. Alapszakasz mérkőzés, nem? Ezt most neked adom, legyen így. Az biztos, hogy Powelten rájzozni fog ezen a mérkőzésen. Az se rossz. Azért nyilvánvalóan Rise szezon kezdete óta ott van a toppon, pedig középsősvényes. Na mindegy, Sven amúgy Tristanán gondolkozik. Hát most Svenben amúgy így egy teljes képzavar lehet, hogy úristen, az ezrélem, amivel van, vagy 10 meccsem ebben az alatt, mit hozzak, hogyha ő nincs? Hát legyen Varus. Piros oldal első választás, kedvencem. Na mindegy, Mike Young pedig akkor Szezsuánira le fog csapni. Lehetséges, illetve még benn van a Tamkencs, tehát Tamkencs-Varus kombó, illetve Miti azért mindenképpen szereti a Tamkencset. Te menj lottózni, és ne én. Ez nem lottó. Ezért maradjunk már annyiban, és fogadjuk el a saját kvázi hozzáértésünket már a játékhoz. Miti, kedvenc választás a Tamkencs, Varus mellé. Jól igen. Működik a Tamkencs. El kell hozni, különben ki fogja tiltani a Liquid. Ollit nem gondolnám akkor a Tamkencs játékosnak, hogy ő elválasztaná ezt adott esetben. Muszáj ezt elhozni. Meg kell nézni, hogy ki lesz velük szemben majd. Braum, ez biztos. Illetve ki? Én ezt a Szedzsvárit annyira oda akarom adni az egyik csapatnak amúgy, hogy most már valaki válassza el, de hát meg annyi lehetőség még hátra van. Olaf nincsen, csak szólok. Igen. Amúgy szerintem ebbe gyanús, hogy egy méget oda kell rakni a mondatodba. De ebben a során mindig jöhet, amit mutatott nekünk Double Lift, illetve Powelter, de Kogmó lesz most. A kiválasztott, a chosen one, hogy úgy mondjam. Na hát akkor viszont, hogy a forma ne törjön meg, most Bjerzene saját magának kéne választani egy középső ösvényest. Mai nap a már most a... őt nem fókuszálta egyébként a Liquid. Igen. Igazából bármit választhat. De ezen azért talán el lehet mondani, hogy most hiába fókuszálhat ki annyi karakter, akkor a hősbázisa van, hogy esetem. Nem feltétlenül tudod mindegyiket kitétani, akit ki kéne. Hát Szedzsuáni még mindig nincsen, de az biztos, hogy Mike Young zekkezni fog ezen a mérkőzésen. Ezt követően mondjuk a tiltási fázisba azért érkezhet Észak hercegnője, Szedzsuáni. Orna egyelőre Impact-tel szemben. Jól játszott nem rossz, Impact igen. Ornal. Illetve mostanában Impactnek is visszajött az a játék kedve, az a tudás, nem is a tudás jött vissza, hanem az a stílus, ami miatt ő akár képes nyerni a saját ösvényét, ha nem is feltétlen úgy, hogy mondjuk lefarmol valakit, hanem egyszerűen folyamatosan sakban tartja az ellenfelet, jól hívja meg a teleportjait, illetve jól játsza meg a CC-ket. Pont azért még akár egy sentiltás is kiférhet a TSM-ből abban az esetben, hogyha nem szeretne Hauncer ezzel a hőssel játszani. Ugyanis... Inkább maradjon, mert szálljon amúgy. Ugyanis... Igen, azért láttuk, hogy Impact egy Shen-nel el tudott verni egy Scient. Nem is kicsit ösvényen, tehát hogy mivel az első választás TSM-nél lesz majd... Igen, és na, ezt az a téveset kellett volna mondanom amúgy. Ez egy gnár Hauncernek akartam. Igen, nagyon úgy tűnik, én meg csendbe akartam megjegyezni, hogy a TSM által eléggé kedvelt volt egy időben a Chameleon, ott még minden érhető, de ez teljes mértékben meg lett bontva, és hát most már nem úgy tűnik, hogy Hauncer gnár. Na lesz a Scion, lesz a Shen, amiket itt vártunk mind a ketten. Amúgy szerintem egyébként működhet, főleg akkor, hogyha X-Mity kap még valami jó hőst, és akkor itt lesz a Scion, a másik oldalra jön majd a Shen. Vagy Cho'Gath. Csak mint hogy a mostanában szokásos választás, én azért mondom. De ha én is sok... Ha Kogmót meg akarom védeni, akkor tök igen, jó még egy bónusz egységben az erő. Stand United, de annyira rossz, amikor most hallgattam angolul is a meccseket, meg most viszonylag sokat hallgattam angolul meccseket, és ez a Stand United, ez nekem mindig valami foci csapat. Igen, amúgy tényleg. És akkor a Stand United, jaj, most akkor miért, vagy kettőjére veszített, és mi lesz? Szezsuáni jöhet, így megvan. Akkor a Frost Sub-Zero kompozíció Braum Szezsu kettőssel, illetve nagy kérdés, hogy kivel fog játszani Impact, de én szívem szerint azt a Shen-t simán odaadnám neki.
És az Aurelion szólt. Nem lesz Aloy, akár miért is ne. Miért is láttuk idén néha-néha. Elgondolkozol rajta, látom, hogy megnéznéd de szívesen. Meh. Akármennyire is ezt mondtam az előbb, akkor is meh. Marad a Cho'Gath. Érthető, figyelj, hogyha belegondolsz, hogy a Cho'Gathnak van egy feldobása, van egy területi némítása, van egy olyan ultia, amivel a célpontokat lehet biztosítani, illetve hát azért mégiscsak az igazságsebzés rettentően fáj. Főleg egy olyan Varusnak, aki azért nem túl mozgékony, tehát őt könnyedén el lehet kapni, ez pedig egy középső ösvény, ez szájon is gond nélkül lehet, de át lehet váltani még Oriannára is, tehát hogy akár a Tramdalt el lehet hozni Cho'Gathtal szembe, míg a középső ösvényre akkor Ryze-al szemben szálljon menne, de nem, végül is lelokkolja, illetve beválasztja az utolsó karakterét is a TSM Orianna. Ők is inkább védelmi kompozíciót építenek. Nekem jobban tetszett volna az a Shen. Nekem még a Cho'Gathban is amúgy valahogy a Liquidnek a kompozíció tetszik jobban, hogy őszinte legyek. Pobelter igen érdekes technikával iszik. De ez talán nem fontos a mérkőzésünk szempontjából. Hát meglátjuk, mi fog ebből kialakulni. Az biztos, hogy double lift, ha már Kog'Maw, akkor megint azt tudjuk látni, hogy ott leszedette az első sor, és érdel, ha tudod. És akkor még egy Ryze is mellette sebezni szeretne, de ugyanez az első sor a túloldalon is bőségesen megtalálható. Úgyhogy akár az álló háború kialakulással is teljes mértékben megvan az esély. Mit láttál? Team Liquid győzelme után, az első mostani helyosztó mérkőzéses győzelme után. Kicsit furi voltam, na mindegy. Mentek megint ugye ölelgetni X-Mitty apukáját. És annyira cuki volt, mindenki megölelte X-Mitty apukáját. X-Mitty oda, hogy jó vagy, jó. Megveregette, hogy a bátor. Ez a tipikus amúgy, nem? De hogy jó vagy, minden nap találkozunk, tudod, minden nap megölelte. Jó, oké, szia, ide, oké, jó, köszi, jó. Persze. Szegény X-Mitty az apukája a legnagyobb rajongója. Jó. Milyen kis cuki, hogy ott van minden meccsén a fiának, és szurkol neki. És most még meg is lehet a harmadik hely adott így esetben. Így van, az alapszakaszban, és akkor úgy kezdhetik majd a rájátszást jövő héten. Ezt mindenképpen érdemes elmondani, hogy most a rájátszás úgy néz ki, de milyen jó, hogy ilyenkor mondok információkat, akkor mindenki alszik már. Tehát a rájátszás... Nem, buci, fog... én nagyon figyelek. Úgy fog kinézni, hogy marad Európa a péntek szombatnál, és szombat vasárnapnál pedig az Észak-Amerika. Észak-Amerika nagy valószínűleg szerint megvárja majd Európát. Hát reméljük, amúgy. Általában playoffban már megszokták egymást várni. És ez így marad még majd az elődöntőkre is. Viszont... a döntő, illetve a bronzmeccs, az már szombat-vasárnap lesz. 7-e, 8-e, ha jól emlékszem, áprilisban. De jó hét lesz az. Vagyis, hogy hétvégen. Úgy mondom. Ah, Double Lift kapja az Aldaz Ventől, azért ő is visszaköpött egy kicsit. Hát a McDonald's kenyérrel, akkor köp vissza. Így, nem tudom, savval. Hát savazás, savazás, miközben Impact lehet bajban, a feldobás jó, az ízelítő jelzők pedig össze fognak ülni. Így van. Így, a feldobás még ugyan jó volt. Hi, az anyám, csapás. Nézd meg. Lesz itt villanás, figyeld meg. Sőt, Pobelter is jött. Őt pedig Olli körgeti. Két emberes, sőt három emberes feldobás. Hauncertől, milyen jó ez a megtizedelő csapás. Mondtam, hogy lesz itt villanás, ne viccelj. Mitty villant. Igen, Mitty villant. És az égetését is elhasználta amúgy. Még ott a korábbiakban. Nagyon furcsa kezdés amúgy. Eléggé furcsa kezdés, igen. Fenyított varázskönyv miatt azért neki ezek majd visszatérnek valamivel korábban. Ugyanezt a rúnát amúgy láthatjuk mind Olinál, mind pedig Pobelternél. Nem annyira meglepő módon. Egy pillanatig double liftnél amúgy, mint hogyha kleptomániát láttam volna, de ilyen későn csak a szemeim kápráznak. Igen, viszont az az előre nyomulásos, az előre... nem pedig szapor a lábukkal. Ezt akarom mondani, ez előre nyomulásos. Lesz a kis Kog'Maw, most kapott egy kis erősítést az a Runa 8.5-be. Úgyhogy érdekes lesz, hogy ezt ki tudja használni Double Lift. Míg a felső ösvényen ugye több választás közül dönthet egy Sion, most éppenséggel a fagyasztást választotta. Mindkettőnek, vagy több, mint minden Runának ugye megvan az előnye, illetve akár a hátránya is. Egyelőre ugye gyilkosság nem történt.
Minion dematerializálóval pedig Pobelten rendelkezik. Szép. Egy kis jelzőt már is használt. Szépen lassan, azt hiszem, hogy a többi ötöt is majd el fogja használgatni. Hauncer tolja az ösvényt, amúgy Impactre, éppenséges szint előnnyel is rendelkezett. Amikor ott volt, ott járt a kamera. A dzsungelesek haladgatnak a ők is útjaikon, szépen lassan majd Pobelter hazatér a könycseppért, de ugyanez amúgy Bielzen Oriannájára is azt hiszem, hogy elmondható. Aki hát megvárja a torony alatt, hogy bejöjjenek a minionok, Impact is hasonló cipellében járkál. Ez mondjuk egy érdekes kép, hogy Orianna a robotlány, meg ez a robot dino szörnyetek ugyanabban a cipőben, de mindegy. Kéne még robot Zack, meg minden robot, és akkor olyan... Lehetne itt ilyen robotikát is tartani. Impact minimális lemaradásban. Amúgy Hauncerrel szemben, akinek egyébként sütit házhoz szállítanak. Hát mondjuk, ha így rámordítana néha egy szájon, akkor lehet, hogy én is gyorsan mondanám. Persze, viszem a sütiket, itt van. Nem viccem, én meg is eszem helyetted. Hát azért abban akkor azért nem biztos, hogy örülne a szájon, hogyha helyette megeszed azt a sütit, amit kiszállítottál neki. Vagy te örülnél, hogyha a pizza futára kihozott pizzát meg is enni helyett. És az üres dobozt adja, és nem tudom, 3400 forintot kérek szépen. Igen, ez egy érdekes jelenet, nem feltétlenül gondoltam bele, hogy mit is szeretnék mondani. A rénszarvas jelzők pedig jöhetnek majd Ollitól. Nem öltözött karácsonyi mulatságba Double Lift. Márkiánk pedig ugyan kevés életerőn, de haza fog tudni térni. X-Mit itt pedig lebuktatja az őrszem, az pedig egy ellenőrző őrszem, amit ugyan ki fog majd szedni a TSM dzsungelezés közben, de bónusz olyan rálástást ad ez a 75 arany, ami későbbiekben akár egy alsó ösvényes rajtaütésben is kifizetődhet. Nem, kicsit hasznos az az információ, amikor majd kiszedik az őrszemet. Na meg persze, hogy ki szedi ki, ha már itt tartunk, de való igaz. Ahogy beszéltünk róla, mind a két középső ösvényes beruházott a könycsepre, csak Bjerzennél ugye nem fenyított varázskönyv van, és megtisztulást hozott. Szóval ő később fog visszatérni az ösvényre. Úgyhogy egy pár miniont elbukik, vagy legalábbis hátrányba kerül, de Pobelter hazament amúgy még egyszer beruházva varázs ellenállásra. Ez megint csak nem a korokpálcájás rájz lesz. Nagyon úgy tűnik. Oli pedig nagyon próbálja tankolni azokat a minionokat. X-Méti. Így van. Előre is ugrik Oli. Ott a harmadik és a negyedik jelző és a feldobás is jó. Mitire megvan az első gyilkosság. Picit szerencsétlen módon Oli hozzá, de hát az égetés mivel pörgött? A kicsi harcsánkon. Így. Megtörtént ez is. És hát ilyeszem a sősényes pára se a világon semmit nem látott. Ebből az egészből, azt pedig már kiemeltük még a választási és tiltási fázis alatt is, hogy ez a két karakter együtt bizony tudja gyűjtögetni a jelzőket, és ezáltal a kábításokat kiosztani az ellenfelekre. Na ennek most Miti volt az elszenvedője, de nem használt el villanását, égetését, semmit, beletörődött ő ott a sorsába. Nem akart egyéb attrakciókat, és így legalább Sven vissza tudott lépni biztonságban. Az láthatatlan őrszem pedig majd ismételten Mákiának az útvonalát tudja megállítani a jelzés közben. A Team Liquid oldaláról jön, hogy vigyázz, Mákiánk a felső ösvényen van. Sven, illetve Miti pedig egy nagyon gyors ösvényváltást játszottak meg. Nem biztos, hogy kellemes volt ugye Double Lift-tel szemben ösvényelni, illetve az, hogy Miti meghalt. Talán az első toronyra való érkezést szeretnék megjátszani. Hauncer fog valószínűleg jönni még velük egy kicsit, a feldobás jó Mitire, ezt követően X-Mititől is jó a feldobás. Mákiánk ugyan itt van, berepülhet, így van, be is repül, villannia kell X-Mitinek, és pattannyunkkal be lehet húzni, utána összezárni mindenkit. Pobelter érkezik, de ő most elég rossz szituációban van, az égetést is megkapja. Köszönhető annak, hogy már négy emberrel van itt a TSM. Bjergsen is érkezik, hihetetlen sokan vannak, ebből egy gyilkosságot elhozhatnak Impacten. Megkapja Sven az átütő nyilvesszőnek köszönhetően, de a tornyot is gyorsan el kéne hozni, hogyha ezt szeretnék. Ajaj. Netszes, többen fogják ütni, úgyhogy meg lesz valószínűleg a TSM-nek az első torony.
de rögtön utána válaszol double lift is. És mivel Powell-terék nem tudtak semmilyen ösvényre visszamenni, így összességében ez a hívás most gyorsabb, illetve jobb volt szerintem a TSM-től. Így van, pedig az elején teljes mértékben kérdően néztem, hogy mi a fene történik, hát a 7. perc elején, közepe felé, Zen, illetve Miti felvándorod a felső ösvényre, aztán követte őket persze Mark Young és Bjerzen is. A Liquid szeretett volna kezdeményezni, csak hát ők nem tudták, amit a TSM két játékosa. Igen, hogy nekünk itt vannak a barátaink, és mehet ez a harc teljes mértékben, vagy te is kiemelted, Pobelter nem éppen a legjobb szituációba keveredett ezzel az egésszel, hogy megérkezett a zónázó Hauncer vonat a felső ösvényen. Az égetés is kijött rá, Bjerzen pedig sonyi módon oldalról érkezett, a feldobás ki lehetett kerülni, és azzal, hogy Impact visszább lépett, a lekövetése már is könnyebbé vált. Nagyjából úgy nézett ki, hogy a vonzás hulláma belepasszolt a Bjerzen, Hauncer átütő nyílveszélybe ezt a gyilkosságot, és akkor még jutalmul egy első sárkány is talán. És mivel nagyon korán hozták el az első tornát, azért még ugye nem tud válaszolni a Liquid a hírnökkel, mert még csak most fog életni egy perc múlva bejön. Méghozzá X-Mitty kérdés, hogy ki tud sújtani, hamarabb X-Mittyt meg fogják ölni. És megvan a gyilkosság, illetve a sárkány is. Jól fordult a TSM X-Mittyre. Igen. Nagyon nagy kérdés, hogy megérte egy gyilkosságot adni. Még egyet nem. Svennek, úgyhogy közben a sárkányt sem lehetett biztosítani. Összességében is azt mondanám, hogy nem. És amúgy ezt te szoktad kiemelni kb. Minden egyes mérkőzésen, na ha már itt nem tudod, a CV is mondhatom, hogy a TSM ebbe fejlődött szerintem borzasztó sokat ebbe is, hogy nagyon jól tudnak forgatni, illetve fordulni a mérkőzésen, hogy oké, elhozták az első gyilkosságot, akkor átmegyünk öten a felső esményre, elhozzuk a tornyot, gyilkosság is lesz belőle, sárkány is lesz belőle, vagy ahogy a mai első mérkőzésükön volt, ott hírnököt tudtak belőle hozni, aztán a toronyválasz, és a többi ösvényre remekül ki tudtak lépni. Szóval amit az egészből ki akarok hozni, hogy a hívásaik azok, nem tudom most, hogy ki hozza őket, vagy hogy beszélik meg, vagy mi történik, de... Valószínűleg Miti, amúgy. Lehet, hogy Miti. Nagyon sokat fejlődtek ebben. Mélységi merülés, Pobelternek kéne ultiznia, de hát nem lehet. Itt ez bizony. Egy olyan szendvics. Amiben most ő volt a sonka, hogy úgy mondjam. A húsi. Igen, ám. A kicsi húsi. Hát... X-Mitty pedig ezt nem fogja tudni megvédeni. Pont azt akartam mondani, hogy amúgy Miti és Sven maradhatna az alsó ösvényen. Bármennyire is nincsen tornyuk, azért Miti tudja védeni annyira a lövészét, hogy ne jelentsen túlságosan nagy gondot egy torony hiánya. Viszont így, hogy kihasználható volt még a 6-os szinten a mélységi merülés kicsi távja is, abszolút megérte. És ezzel egy 1600-as alany előnyre tett szert, ha ti ijeszem. De ne bánkódjon semmilyen Team Liquid-es szurkoló, ugyanis a Team Liquid egyrészt. Double Leaf hihetetlen brutálisan farma, másrészt ez a Team Liquid nem az a csapat, aki most ez itt így van. A célegyenesbe feladná. Ez most viccen kívül a három legjobb formában lévő csapat közül kettő játszik itt, úgyhogy hiába ez az előny, amit most megszerzett a TSM. Nagyon messze van még a vége, szerintem. De aztán majd persze kiderül, hát a Liquid válaszolna egy szurdok. Igen, csak látták Hauncer-éket. Igen, igen. Itt van Double Lift is azért. Mike Young nem feltétlenül errefele mozog, megy is haza. Úgyhogy ez a hírnek most hát van adva teljes mértékben a Liquid Guard-nek. Szóval igen, az az Sven, illetve Miti párosan nagyon sokat ellépegettek az ösvénytől. Double Lift és Oli zavartalanul mehettek előre. Ez egy nagyon tudtak farmolni, X-Mitty pedig nem bízott a véletlenre semmit. Szeretnék azt a felső ösvényes tornyot. Hauncer itt van, de nem igazán lesz beleszólása ebbe. Három játékos is egy hírnek ellenében. Ott pedig egy kis madárka is megszól. Ez picit fura volt, hogy megfejelted, de később vette le az életerőt a toronyból. Madárka, madárka. Így van, de... toronyban kiegyenlít Team Liquid. Hát még Robikára is rá tud ordítani ne ez a száján. Mindenkinek leordítja a fejét. Mindenkinek is. Durva, durva. És ezzel amúgy egy ezresre csökkent most éppenséggel az arany hátránya a Liquidnek. Ez a külső torony még épp, hogy meg lett védelmezve. 2-2 amúgy a toronyállás jelen pillanatban. Hát gyilkosságból is 4
történt eddig, de az 3-1-es felosztásba a TSM javára, és mind a három a sebzés hordozóknál van. Ez egy külön öröm, mármint hogy TSM szempontból, Mike Young, illetve Mitty pedig 3-3 támogatással rendelkezik. Az pedig mindenképpen fontos, hogy ne cserepesedjen ki valakinek a szája. Jackson gyorsan bekente szőlőzsírral. Ugyanis ő még csak most érkezik majd ki az ösvényre. Arkangyal pálcája megvan, már puszító pálca is van nála, ott egy cipő. Tökéletesen jól halad afelé, hogy Oriannába is meglegyen a sebzés. Oliék pedig nagyon nagy bajban lehetnek, rögtön jön a sújtás double liftre. Sőt, a mélységi merülés is villannia kell, teleport, be lehet vinni a buliba. És kettős teleporttal bizony a Liquid érkezik, visszanyalhat bizony az a fagyi, Pobeltel is itt van, illetve Impact is. Megvan az első gyilkosság double liftnél, ott lehet a második, ez pedig ugye Impact bekebelezése. Mike Young jót ugrik, aztán utána villan is, viszont Pobelterrik mehetnének tovább a világugrással. Oly, ott van a három emberes vonzás hullám, de végül szétesik darabjaira. Mike Young is 3-0-as a csere. Hát a lemaradt Impact most ezzel a két gyilkossággal bőven vissza tudott jönni. 4-ből 4-nél pedig ott volt a double lift. Második tárgya épülőben. És ahogy mondtad, ez a fagyi bizony most tényleg visszanyalt. A kezdeményezésen még nem voltak problémák, csak hát nagyon könnyen tud jönni. A két teleport miatt a Team Liquid többi játékosa, ezt láthatjuk itt éppenséggel pont a harc mellé. Így bizony a 3v2-3-as szituációval, bizony 3v5 lesz nagyon gyorsan. Hauncer messze volt, Bjerzen odébb. Mike Youngnak menekülési kísérlete még rendben lett volna, de hát a világugrás mégiscsak világugrás. Exmity, ha nem villanja ki amúgy a vonzás hullámot, akkor nem biztos, hogy le lehetett volna követni Mike Youngot, de megtette. Így sikerült, már is a Team Liquidnél az aranyelőny, ami eddig hátrányként mutatkozott meg az ő oldalukon, az most semmissé vált, sőt. Illetve a WF gyógyított, és talán egy picit szerencsétlenül jött ki az a TSM részére, hogy nem volt megfelelő őrszem, ahova Hauncer teleportált. Hauncer teleportált nagyon messzire, ahonnan a Shihu nem annyira effektív, mert a dzsungelben csak nem tudsz úgy kanyarodni, ez mégsem egy olyan autó, ami tényleg a kicsi hajtű kanyarokat is be tudja venni, de ez bizony egy vonat, ami fék, hát maximum csak fal, illetve lerombolt tornyok romjai állíthatják meg, úgyhogy a fék az nem olyan tartozik, ami Hauncer ultiába kerül. Na de hát a második egy sárkány, ezt el tudja hozni a Liquid, és ismételten Impact kap egy jelzőt. Ez egy gyilkosság a jelző, kapott egyet a sárkányból, ez kettő, meg nagy valószínűleg szerint már megvan ugye, vagy legalábbis használt már minionokra is. Ez szinte biztos. Játsszák be, aztán jó a vonzás hullám, de fönn volt már a pajzs, így azért kevesebb a sebzés, ettől függetlenül Bergsen be tudja fejezni. Ő is 100%-os, 2-0-2-es, sőt jóformán Hauncer-en kívül mindenki a csapatban. Együtt mozog a TSM, nagyon hasonlóan azért együtt mozog a Team Liquid is. Igen. Ott is sok 100%-os KPU ember van. És ezt akartam mondani, hogy tudod, ki mozog még együtt a Liquid, na meg a két csapat amúgy, nézd meg, minden egyenlő, ami csak lehet, 4-4 a gyilkosság, 2-2 a torony, ugyanannyi az arany, ugyanolyan sárkány van mind a kettőknél, egy-egy darab. 12-7, úgyhogy minden is egyenlő, ami csak lehet jelenleg ezen a mérkőzésen. Jó, hát aztán durva lenne, hogyha az összes farm is egyenlő lenne, ezt talán nem várhatjuk el. Azt hiszem, hogy igen, hogy Hauncernél gyanúsan vezérzászó lesz majd ott második tárgyként. És nincsen már Pobelternél minion. Az anyám, dematerializáló. Nem úgy, mint Nitinél, azért egy van már. Még a végére hát, ha kell majd egyszer, hát figyelj, akkor... Egy ilyen felbusztolt minionra jó lehet. Így van. És azt az egyet még megtartja, azért főleg, hogyha ott elfér nála, akkor ez teljes mértékben okés. Akár csak Double Leafnek a farmja, 17,5 perc előtt 173, de akkor nézzünk rá Bjerzenére is, aki meg mindjárt 190. Közben amúgy valóban a vezérzászló el is készült Hauncer-en. Na hát azzal amúgy, hogy Sven ellépett ott a mérkőzés elején, ott tök jó volt, mert hogy a gyilkosság meg támogatások miatt ugye
neki is hamar meglett a Ginzo, akár csak double leafnek, de most már van egy 30-as farm különbség, és mind a ketten 4-4 gyilkosságba vettek részt. Szóval az arany különbség az valószínűleg double lift javára kedvező jelen helyzetben. Jelen helyzetben igen, bár mondjuk azt, hogy Sven részesült ugye az első toronyból járó bónuszra, illetve a középső sénnél is ott volt a torony döntésnél, azért az... Még... Double lift is kapott a tornyomból. Az elsőből biztos, a másodikra most nem... De abból is ott ezt hárman ütötték meg a hírnek, úgyhogy abból is. Jogos, hát meg a hírnökből kapott. Is. Kapott. Ja, igen. Közben már ugye a vezérzászló aktiválásra került Hauncer által. Szépen lassan itt is van a harmadik torony, igen. Nézd meg, lövi Hauncert, impactet a vezérzászlós minion, a feldobások oda-vissza találnak. Kivillan, majd utána Némit, de Hauncer elhasználja a síhuhut, majd utána jó. A pajzsa így üt, megvalni nem lehet. Olyan szinten azért kellett double lift lélek jelenléte, illetve itt léte, hogy ne menjen tovább Hauncer impactre. Hát értem, a síhúd rossz irányba nyomta el, onnan nem is feltétlenül mehetett volna. Impact után, ahogy te is kiemelted a korábbiakban, ezzel nem olyan könnyű kanyarogni mindenfelé, ez inkább a egyenes vonalú egyenletes mozgásban nagyon hasznos végső képesség. Holnap milyen, ma milyen óráid lesznek? Ma már csupán egy angol, ugye valószínűleg nem megyek be, de amúgy természetesen megyek, ne viccelj. Hát meg a legfontosabb este majd az EBL, na de az akció. Hauncer lehetne nagyon nagy bajba, majd utána jó Olitól a játék, és meg lehet állítani bizonyám Hauncert egy Pobelter lekötözéssel, de ő azért még passzívban is eléggé komoly ellenfél. Egy gyilkosság megvan. Nagyon jó volt, hogy a robbantás alatt kötözte le a rúna börtönbe Pobelter Hauncer szájanyját. 2-2 tárgya, pedig már a lövészek rendelkeznek. Igen, de most már azért megváltoztatták építkezésüket, mármint hogy egymáshoz képest. Double Leafnél ugye Runán hurrikánja még a tulajdon az utolsó esély. Hát ez tényleg az utolsó esély ahhoz, hogy a harmadik helyen végezzen a TSM, avagy a Team Liquid gárdája. Hauncer nem sokat látott a Liquid féle dozerből, ami itt várt rá. Mitty pedig nem őt, hanem Mike Youngot tette bele a pocakjába, és mentette meg a helyzetből. Ezért hát Hauncer konkrétan beragadt. Most, ezen akció keretein belül. 20 perc eltelt, baronnasor életben van, 1 perc múlva jön a következő sárkány. Arany különbségről még mindig nem beszélhetünk szerintem. Hát egy lényegében nem. Egy gyilkosság ide, egy torony oda. Rangadó mérkőzésünk van, azt kell, hogy mondjam. Ezt Hauncer már nem fogod megállítani, talán nem is szeretted volna. És az alapszakaszban is egy-egyben végzett igen. A két csapat. Team Liquid nagyon magabiztosan nyert az első meccsen, az első pár hétben. Első hét, első meccs. Ugye első meccs volt akkor, jól emlékszem. Illetve ezt követően, amikor a TSM a visszavágon találkozott a Liquid-re, akkor szintén azt kell, hogy mondjam, hogy egy ma meglehetősen könnyű meccse volt a TSM-nek, tehát mind a két oldalról azért egyszerű győzelmeket halmoztak. Ez már közel sem annyira egyszerű, bármennyire is még csak a 22. percben vagyunk. Egyrészt a sárkányér, ami 15 másodperc múlva érkezik, nagyon komoly csata lehet. Rálátás a TSM-nek van, a közelben egy-egy őrszem azért van a Liquid részéről is, teleporttal Impact rendelkezik, Pobelternek van világugrása, és nem véletlen, hogy a TSM is jönne erre. Na de elindul-e az a zónázó Hauncer vonal? Itt. Miti kiköpi Svent, ott is van az ulti feldobás folyamatos CC-ra, de közben a Team Liquid megkezdi a baronnasort. Mike Young amúgy ott van. És jön a teleport Hauncertől, nem lehet feldobni ismételten, megállítani Mike Youngot nem lehet a beugrásban, és most nem is ugrik be, de ott van még azért egy jó kis... Azt hittem, Bjerzen... Igen, ő gyilkosságot hozott. Na de megállíthatatlanul robog tovább a vonat, ez kettő gyilkosság lehet, hogyha X-Mit is be tudják fejezni, rossz irányba inkább elhúzza a TSM-eseket. Három emberen maradhat rajta, pontosabban nem, csak kettő emberen, hogyha X-Mit nem tud elmenekülni, és nem fog tudni ebből elmenekülni. Ez biztos, hogy meghal, csak kérdés, hogy TSM-es játékos által, most már szinte biztos, avagy sikerül a torony általi
kivégzés. És igen, így két emberen van rajta a baronnal sor. Azért abból is láttunk már ma jól kihasználtad, amikor csupán kettőn volt rajta az a baronnal sor, de egy kis vigasz TSM szurkolóinak a számára majd az a pokoli sárkány. Mike Young amúgy ezt remekül tette, hogy először a végső képességével mutatta meg magát, de hát így is mindent elhasznált a Liquid Gárdája, hogy ő ne tudjon bevenni. Igen, ez nagyon csalók volt, hogy Bjerzen, ahogy megölte Olit, mintha a Baron Nashort vitte volna el, de nem. Ez nem sikerült az ő számára. Időközben meg is van a pokoli sárkány a TSM-nél. De hát Baron Nashorral tud majd a Team Liquid előrefele nyomulni. És megint csak pokoli sárkány jön, tehát a negyedik sárkány a játékban szintén pokoli lesz. Hát a győzteseknek megadja ezeket a rajzolicei. Így van. Bár én még mindig azt mondom, hogy mind a négy sárkány pontosan ugyanannyira hasznos. Csak lehet, hogy pokol. Lehet kihasznál. Igen, a pokol meg ezt már eddig is beszéltük az előző mérkőzésünkön, hogy a pokol meg a hegy nagyjából minden helyzetben hasznos, a másik kettő pedig inkább helyzet, szituáció, kompozíció függő, bár ebből szerintem a felhő sárkány az kezd kilépni az átalakítás után. Én már neki is odaadom azt, hogy minden egyes alkalommal bőven hasznos. A bónusz mozgási sebesség az mindig jó. Hát főleg, hogy most már mindig adja. Így van, még csatában is. No de, mit kezd a Team Liquid ezzel a Baron Nashorral? Nem, egyelőre nem túl sokat. Így van, és Miti még mindig tartja a dematerializálónak az utolsó egy kicsi. Igen. De hát már ugye Impacten is ott van a vezérzászló, el is használta azt egy minionra. És berepülő pilóta, majd utána lehet pattanni, Olinak kell kivillannia, viszont jön még a szájon végső képesség, így meghal bizony. A Braum Impact ugyan ideért, és a feldobással jó, miközben a vonzás hullámmal lehet visszahozni őt. A sújtás kimegy, így lassítani lehet Impactet, nem elég már a gyógyítás. Talán korábban kellett volna Double Liftnek gyógyítania. Biztos. Mélységi merülés. Mennek tovább? Nem, felső fényre tornyot védeni. Azért az igen merész lett volna oda tovább menni. Láttunk már pár ilyen merész hívást idén a TSM-től, de az már talán a múlt. Na hát ez a Baron Nashor lehet, hogy minuszos lesz. Vagy ha nem is minuszos, de nagyon-nagyon csekély. De az a baj, hogy pont a kezdésén nem tudom, hogy mennyi volt az aranykülön, és most a TSM vezet több mint egy ezeres, szóval tényleg valószínűleg minuszos. A Team Liquid ebből tornyot sem tudott hozni, bár még van egy pár másodpercük, de nem úgy néz ki, hogy ezen tudnának javítani. És igen, ahogy kiemelted, hogy Mike Young a berepülő pilóta, a Hauncer meg a másik, és mind a ketten jól is tudják ezt alkalmazni. Igaz, hogy csupán Olit lehetett visszadobni, itt van a másik mi kis berepülő pilótánk. Az pedig elvileg egy rossz helyzetnek kéne lenni, amikor Mitinek Hauncert kell kimenteni. Ó, igen, mínusz 40-es lett a Baron Power. Például jól kiszámoltad azt az egy miniont, ami miatt ilyen lett. Szóval elvileg egy rossz csapat. Én mondtam, mínusz. Csapatharc helyzet, ahol Hauncert kell kimenteni, és nem pedig Bjerzent vagy Sven, de mégsem lett ez most rossz. 9-5 a gyilkosságok aránya, egy 500-as aranyelőnnyel rendelkezik a TSM. Még mindig egy torony. Így van, és az egy tornyot egyébként, hogyha bedolgozza a Liquid, akkor kiegyenlít az aranyállásba. Ez megint csak nagy részt köszönhető, adott esetben egy picit a farmokon, hogyha megnézzük, másrészt pedig itt még azért áll ez a torony, a külső torony, a középső ösvényén, és ott kéne egyébként előre nyomulni a Liquidnek, mert a kettes szintű torony elég ramaty állapotban van, tehát hogyha védeni szeretné a bázist a Team Liquid, akkor igenis itt a középső ösvényen kell előre törnie, és ezt a TSM is tökéletesen tudja. Tehát itt fognak védekezni. Ahogy ezt láthatjuk is a képernyőn. Hát minden, amit csak mondasz, így teljesüljön, mint ez. Mert valóban így történt. Bjerzen amúgy közben 9-ben már csupán 8 gyilkosságban volt benne. Hát ez a torony már nem ramagy. Igen, elég gyenge. Lehet, hogy padosztotni kéne. Hát, hogy majd az akademista azért feljöhet a rájátszásra így a középső ösvényre. Hát figyelj, lassan eljön az az idő, amikor tényleg Bjerzen pótlására is gondolkodni kell. Na de ez még nem most. Aha, Impact-e ismételten hárman érkeznek. Ugyanaz a hármas, aki már egyszer megzabálta őt. Mike Young is benéz, de ő nem kap érte semmit.
Impactet most jó, aki kiszedik ezzel a mélységi merüléssel a játékból, mert egyszerűen nem tud reagálni a Liquid ezekre a hívásokra. Ilyen 5-10 másodpercet, de le van maradva a Liquid minden egyes TSM hívásról. Most a sárkányról nem kéne lemaradnia, hogyha életben akarnának maradni, de ehhez egyrészt őrszemezni kéne, megnézni, hogy merre érkezik majd a TSM, és hihetetlen gyors sárkányt kell hívni, mert rögtön éled a baron Nashor is. Ezt akartam mondani, de hogyha esetleg ők léknének ki a sárkányra, akkor lehet majd a baron Nashorra kimozdulni, azt mondja, megint a kis madár csicsergés, pedig nem is egy madár van ott amúgy, hanem vagy hát a boró azért nem egy madár. De lehet, hogy ilyen hangja van. Az, hát nagyon úgy tűnik, Mitty pedig azt mondta, hogy nem a tiéd lesz, Hauncer! Ez a sutyerák, ad oda a lövészemnek, így is van. Azt szerintem azt nézték meg Mitty, illetve Hauncer, hogy milyen messzire lehet a sutyerákat elvinni a folyóból. Ugye kiköpte Tamkens, majd utána még ráordított egyet szájon, úgyhogy majdnem a pengecsőrökig el lehetett ezt dobni. Szegény sutyerák pedig nem akart megbarátkozni holmi madárkákkal. Visszament a folyóba. Aha, jó egyelőre a megállítás a Hauncernek, pedig beindult volna az az egész játék. Most pedig ugye ráugrik Impactre. A vonzás hullám egyelőre bent van. Azt utána jöhet a kezdeményezés a TSM részéről. Pattanyunkkal be lehet vinni X-mit itt, de közben szétesik darabjaira. Vonzás hullám három emberes, és a diszonancia be is fejezi X-mit itt. Mennyivel jobb, hogy van egy passzívja a Zeknek. A sárkányt lesz a baron Nashor? Ugyan elhozták, de ebből baron Nashort kell hoznia a TSM-nek. Mélységi merüléssel Zven és Mitty. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a régi G2-s időket megszégyenítő módon mozognak most együtt. És annyira jól is megy a játék. Ez így is van, és meg is van a baron Nashor most már. A TSM Gárdának, igen, WLIF be tudta fejezni amúgy a pokoli sárkányt, most már egy van ebből is a Liquidnél, meg egy a Head sárkányból. Hauncernek jó volt a kezdeményezés, a szokás szerint Impactet lehetett eltállni, ez már pedig ki volt véve a harc elejéből, de Mike Young még pont utolsó élet erejéből Exitit vissza tudta dobni a buliba, az a vonzás hullám Bjerzentől pedig tökéletes volt három emberre, igaz, csupán egy gyilkosságot ért, meg utána egy baron Nashort. Viszont most már a baron halál sitkájában mehet tovább, és jó volt, én azt gondolom, a tárgyválasztás a Bjergzennek, mert is nagyon korán befejezte az üresség botját a varázstöréses, vagy varázs átütéses cipővel, és ez abszolút kellett a kettő darab mélységi max, plusz az adaptív sisak, így van, az adaptív sisakra rá, tehát muszáj volt erre a varázs átütésre oda fordulnia, most pedig hát már a Rabadon halál sítykójával pulizhat tovább. Na de ha már adaptív sisak, amúgy abban kettő van a TSM oldalán, nem itt is vett egyet, meg Hauncer is. Mindez, figyelnek, pedig figyelnek a Pobelterrek, illetve Double Leaf-nek azért a vegyes sebzését, ezt meglehetősen lehet csökkenteni. Nézd meg, azért ott vannak azok a Pobelter, illetve Double Lift sebzések. Zvára ugyan egy csomag talál, de ő is vissza tud lőni. Két emberes vonzás hullám most jelenleg mentette Olli Double Liftet testével, illetve pajzsával. Ettől függetlenül ugrik be ismételten, és folyamatosan levegőben a pici Mike Young, de hát ő annyira nem fél. Egyrészt, nem olyan pici. Nem olyan pici, másrészt folyamatosan kapja a pajzsokat Jackson-től. Illetve neki azért képesség használat után a szellemarcból életerő is jön vissza, plusz még hát a széteső kis darabjaiból is tudja ezt megtenni. A feldobás jó. Impact menne rá Zvenre, de egyelőre nem jutott olyan távolságba, hogy megpróbálja bekebelezni a sebzést. Nem rossz, most fordul vissza a Liquid, egy ember megvan. Ezt megette konkrétan Impact vacsorára, és világugrás. Hát ez nem volt annyira világugrás, mint sem egy ez ugrás. Egy világi trollugrás volt, igen, igazából. Egy világító trollugrás, való igaz. Hát itt valamit Tobeltenek nem úgy sikerült elhasználni, ahogy ő azt szerette volna. Abszolút érthető, azért mégiscsak a harmadik helyért megy a csata. Így van, de most a Liquid nagyon jól tudott visszafordulni. Vagy a TSM tolta egy picit túl ezt a helyzetet, ezt ki hogy nevezi.
illetve Sven nagyon sokáig néma volt, másrészt utána ő is kapott egy nagy sebzést, tehát ő sem tudott, közben most Pobertered bajban, szép a villanás. Romlás lánca van. Így van, és most ott is nincs. Van a villanással a romlás lánca, Poberter visszaválaszol, de kevés lesz bizony a Ginzóval, felfegyverkezett Mitivel szemben, akinek még ugye volt egy letaszított király kardja, a lassítás kijön még hozzá X-Mitire, és pattanyunkkal vissza lehet dobni, de Mákjánknak még van elég életereje, teleporttal pedig Hauncer megy a meccsért. És ezt a meccset akár így be is fejezheti, ha nem engedik hazadából a liftet, akkor vége ennek a mérkőzésnek. Rohan haza, lélek szakadva a Team Liquid, egyelőre ennek egy darab vége. Nexus védő torony dőlt, de megérkeznek, mint egy jó felmentő sereg. Kettes szintű tornyot pedig időközben elhozza a TSM, és ezt az inhibitort védő tornyot is nagy valószínűség szerint. Márkán nyújtószkodott egyet amúgy időközben. Mindig, csak te nem dilulsz be ennyire otthon. Hát mondjuk... Vagy de van azért néha. A napi szériák után megnézném a fejem, hogy egy húha. Mert te mennyit szériázol? Vagy? Nem olyan sok. Nem csak 200-300. Kell a nyári, tudod. A nyári test télen készül, én úgy tudom, úgyhogy... Hát ezért mondom, hogy most nyárra kell készülni. Én. Készülsz nyárra? Igen, csak én a másik fajta test, nem a hat kockás, hanem az egy nagy kocka. Na, hát végülis az is. Nekem nem kell a hat kockás, nem arra van szó, csak hogy valahogy kinézzen az ember, hogyha majd megjön a jó idő. Úgyhogy lehet, hogy simán belillulok annyira, mint Mákján, de ezt pontosan nem tudom. Hát ha már lila, amúgy most már három adaptív sisak van a TSM oldalán. Ez lesz a kedvenc tárgyuk ezen a mérkőzésen, az egyszer biztos. És így Pobelternek a sebzése eltűnhet ezekre az emberekre, viccen kívül. És tényleg illetve... Pobelter egy picit el is van tűnve amúgy a mérkőzésen. Így van. Ki tudja, hogy ezért avagy másféle indokokból. Nákiának most van passzívja amúgy. Kicsit bátrabban kezdeményezhet, vagy akár Hauncer. Mit szeretnének bulizni a srácok, mind a tizen? Igen, mert éled az ősi sárkány, aki már most itt is van a feldobás, jó, ezt követően pedig Bjergzenet lehetett eltalálni X-Mitty Gletscher börtönével. Menjünk el innen nagyon gyorsan! Mondja ezt Hauncer, és ezt meg is tette. De megáll. Hallod? Jobb, mint Magyarországon egy-egy Intercity. Olyan gyorsan eltűnt, meg se állt. Fél életerő alatt, és zónázásra kerül X-Mitty. El van kergetve, hanem Sven meg Mákján ketten lehozzák ezt az ősi sárkányt. X-Mitty elvillant. El hát, miközben ugye Mitty akart mélységet merülni, aztán végül is ezt nem tette meg. Na de most lángol a TSM gárdája. Mm-hmm. És lehet, hogy ezzel ők bizony, hát ha nem is még feltétlenül a mérkőzés, de valószínűleg azt is, de tornyot és inhibítort mindenképpen szeretnének hozni. És egy jó kezdeményezéssel akár a mérkőzést is elhozhatja a TSM. Kezdeményezés indulhatna, Impact azért eléggé tankos már. Minden ösvényen egyelőre lejárt. Vagy ledőlt az inhibitor. És egyébként viccen kívül szerintem nem lenne, ezt akartam mondani, mert hogy most az alsó ösvény meg újra élet, hogy a koreai bajnokságban már van inhibitor, igen, jelző, timer, ugye már pár hete így van, és ezt nem lehet, hogy nem lenne botorság bevezetni Európába, igazából, illetve Amerikába is. Amúgy nem lenne a világ legnehezebb dolga megjegyezni, nekünk sem amúgy. Jó, persze, de most felirogatni meg, nem tudom. Na jó, akkor többi, mostantól felírom. Oké. Okay. Bár azt tudom, hány percig van ledől egy inhibitor. Csak vicceltem. Na de az biztos, hogy most már Baron Nashor, illetve ősi sárkány erősítés egy ideig a TSM, az pedig Shihu és mélységi merülés. Ha Pobelter lehet nagyon nagy bajban, Mákjánk megkapja, aztán utána villannia kell. Jézusom, hova repül szegény Mákjánk, aztán Pobeltert a pattanyunkkal beviszik a buli kellős közepére, nem tud eleget sebezni, Oli pedig nem fogja tudni megmenteni. Erről van szó, az AP Carry
kilőve, innentől kezdve igazából csak Doublelift-től kell félni, no meg persze Impactnek a bekebelezésétől, de hogyha az nem Bjergsenre vagy Zverre érkezik, akkor valószínűleg nem feltétlen okoz gyilkosságot, és már csak egy Nexus-t védő torony van, az éppen felépült inhibitort, amit a kék minionok munkás keze emelt föl ismét újra. Munkásököl! Lerombolja! Majd utána neki megy Olinak, két emberes vonzás hullám a tankokra, és gyönyörűen használja Sven a letaszított királykalját. Így bizony, X-Mitty meg is halt, vissza kell menekülni, villanna! És menne előre, Mitty tudja is vinni a bulit, nagyon nagy bajban Doublelift, de végül befejezi a TSM. És amit a szezon elején nem biztos, a szezon közepén sem biztos, hogy sokan gondoltak volna, nem az, hogy a 100 Thieves fogja megnyerni az alapszakaszt, vagy hogy a második az Echo Fox lesz, hanem bizony azt, hogy a bronz, vagy legalábbis a harmadik hely az alapszakasz után a TSM-hez vándorol, a Team Liquid pedig negyedik helyen jut tovább a rájátszásba, és már ma estére csak az az utolsó kérdésünk, hogy a Cloud9 vagy a Clutch Gaming lesz az, aki utolsó, azaz hatodik helyen kezdheti majd a pályafutását jövő héten. Mehet a pacsi, mehet az ölelés oda is. Mármint a TSM részéről. Hát Doublelift most nem nagyon tudott visszavágni a TSM-esek. Nem tudom, mennyire akart visszavágni. Ez biztos, hogy nem volt ott amúgy, hogy most már én sem vagyok itt. Nem is láttuk. Én nem láttam semmit amúgy. Egyébként most már kilóg Ezreal-nek a fegyvere. De hát tökre nem Ezreal van itt. Ja, nem? Biztos, hogy nem Ezreal. Ez úristen. Biztos, ja, azt hittem, hogy most megmutatod. Ja, nem. Hogy úristen, vajon... Ja nem, ez csak egy rájötös kis címke, ami ott lók ki. Mi, ezt melyik? Értem. Szóval való igaz, a TSM most így biztosította, hogy a harmadik helyen bejusson a rájátszásba, és így vélhetően, hogyha itt így működik a rendszer, ahogy tudjuk, akkor a következő mérkőzés vesztesével fog játszani jövő héten, a Team Liquid pedig a győztesével, ha az igaz, hogy harmadik, hatodik, negyedik, ötödik ellen, úgy értem. Volt már ilyen, úgyhogy valószínűleg ez lesz. Van. De minden így csapatnak amúgy van még esély arra, hogy fényesebben, vagy kevésbé fényesen is ragyogjon az a csillag, amit a tavaszi szezon végén fel tudnak vonultatni. Szóval azért a Cloud9-nak meg a Clutch Gaming-nek is lesz most egy hete, hogy összeszedjék magukat a rájátszásra. Szükségük is lesz rá. Így van. Mert hogyha így marad, ahogy most van, akkor akárki is lesz az ellenfelük, valószínűleg ki fognak esni a negyed döntőbe, szóval... Azt azért ne felejtsd el, hogy B5-ös szériába kerülnek át a mérkőzések, és a B5-ös szériában van lehetőség reagálni adott esetben egy elvesztett első mérkőzésre. Be lehet indulni, ki lehet találni azt, hogy jó, most ők eljátszották az egyetlen ütőkártyájukat, de hogyha én arra rátiltok legalábbis a kulcspozícióba egy hőst, akkor igazából nem biztos, hogy ki tudnak találni bármi mást. Úgyhogy azért a BO5-ös széria mindig teljesen más, mint egy BO1-es. Hát ma alapvetően összességében ezzel a 12 meccsen, nem tudom hány szériát néztünk végig, de ez mind BO1 volt, tehát hogy itt ténylegesen csak adott mérkőzésre kellett 100%-ig oda koncentrálni. No, de azért még van egy hátra a Cloud9, illetve Clutch Gaming oldaláról. Ismét... Hát most megint csak európai középső ösvényes összecsapások, Febi találkozik Jensennel. Az igen gyakori amúgy itt Amerikában azért, hogy hát, ja, az európai, az európai játékosok összecsapnak egymással. Főleg a középső ösvény. Sokan szeretnek is ezzel viccelődni, hogy az európai játékosok a legjobbak Amerikában, de hát ez a világ rendje, hogy bármelyik ligában játszhat bármilyen nemzetiségű játékos, én azt illetve gondolom. Illetve azt gondolom, és erről majd beszélni is fogunk, amikor vége lesz az egész rájátszásnak, meg mindennek, és majd érkezünk egy kicsi észak-amerikai, mi történt Észak-Amerikában a tavaszi szezonban. Már itt behinted az embereknek, hogy mi lesz annak a száznak, aki most még néz minket, meg a 400, jaj. Így van. Tehát, hogy szerintem akkor biztos, hogy lesz egy olyan kis session, amikor arról beszélgetünk, hogy ne csak emeljük ki az európaiakat Amerikában, illetve emeljük ki azokat, hogy azért amerikai
felfedezettek is megmutatkoztak Persze. végre, amit már talán olyan régóta várunk, hogy igenis legyen egy-két olyan amerikai sztár, aki megmutathatja magát, aki jól és jó minőségben játszik, akár Wayne Rókáról, akár pedig újoncról beszélünk, itt mondjuk, ha két ilyen nagy nevet akarok kiemelni, akkor mondjuk én Likorist emelném ki, mint újonc, aki Én is. amerikai, és ezért megmutatta, hogy mire képes, illetve mondjuk a nagy üreg Rókát, mondjuk Afromú. Tehát van egyébként még több is, tehát erről azért még beszélgetünk, viszont most elmegyünk egy 10 perc szünetre, én nagyon szépen köszönöm szépen a figyelmet, most már én pihengetni fogok, de azért még végignézem ezt a mérkőzést. Elmegyünk egy 10 perc szünetre, és jövünk vissza a Cloud9, illetve a Clutch Gaming utolsó mérkőzésével a mai napra, úgyhogy most már tényleg kitartás, egy mérkőzés van hátra, szünet, aztán jövünk vissza.